inkább küzdelmes mérkőzés volt, főleg az első fél időben, ugye főleg a párharcok voltak, ment a birkózás, fölrúgott labdák, lecsúsztatott labdák. Másik fél időt jól kezdtük, első fél időben be kellett váltani, mert sajnos kényszerű cseréket kellett alkalmazni. Másik fél időt jól kezdtük, ott kapufával nyitottunk, aztán sajnos kaptunk egy ilyen elkerülhető gólt, végülis minden gól elkerülhető, de nyilván ez egy olyan szituáció volt, amelyet nem szabad kapni. Aztán onnantól kezdve nyomás alá helyeztük az ellenfelet, rengeteget voltunk az ő kapujuk előtt, de nem tudtunk olyan helyzetet kialakítani, amelyből igazából gólt lehetett volna lőni. Volt egy-két olyan szituáció, amit kicsit érdekesen ítéltek meg, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, nem is akarok ezzel foglalkozni, csak én úgy érzem, hogy nem volt egyforma a feltétel.